Karácsonykor az egyik legszebb ajándék a közösen megélt élmények lehetnek, az egymásra szánt idő, amiből mintha egyre kevesebb lenne. Az együtt eltöltött idő pedig akkor tud élmény lenni igazán, ha minőségi pillanatokkal töltjük meg, jó beszélgetésekkel, és miért ne, akár egy kedvenc verssel, dallal tesszük ünnepibbé az együttlétet. És talán senki sem tudja úgy megszólaltatni a magyar irodalom legszebb verseit, mint a Sebő együttes tagjai, akik Erdélyben is számtalanszor megörvendeztették már a közönséget is. Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Berzsenyi Dániel, Nagy László, Szécsi Margit, Tinódi Lantos Sebestyén, Vörös Sándor, Kovács András Ferenc. Csak hogy egy néhány nevet említsünk. Versei új értelmezést nyertek, és váltak talán népszerűbbé az együttes előadásában. És rögtön hozzá is kell tennünk, hogy számtalan karácsonyi dallal is melengeti szívünket a Sebő együttes. Karácsonyi különkiadásunkban verset, dalt, ünnepi gondolatot ajándékozunk nézőinknek a Sebő együttes tagjaival, Sebő Ferencet, Sós Rékát és Tímár Sárát. Köszöntjük itt a stúdióban, és köszönjük, hogy itt vagytok velünk ezen Sziasztok. A szép ünnepen. Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit. És áldott ünnepeket kívánok mindenkinek. Igen, ugye a jó együttlétekről beszéltünk, valóban, hát a mai igen. is az. És nem beszélve arról, hogy mennyi sok minden jó történt veletek az elmúlt időszakban. Számos koncert van mögöttetek, és nagyon sok szép jó gondolatot, érzést tudtatok átadni a nézőknek, a hallgatóságnak. És most ilyenkor így az ünnep tájékán, hát eljön az idő, hogy számot vessünk, és visszatekintsünk esetleg az elmúlt évre, és akkor kérdezem, hogy milyen évet zárta a Sebő együttes, illetve hogyan összegeznétek ezt az évet? És van-e idő számadásra? Igen. Hát a tennivaló közé nekünk beletartozik a klub élet is. Minden hónapban a Bemrakpart 6 szám alatt a régi Andrássy palotának a földszintjén klubestet tartunk, ahol mindig van egy műsor 7 órától, valamilyen nosztalgiavetítés régebbi műsorokból, riportokból, ismeretterjesztő filmekből, és utána táncház. Ameddig tart, és akkor a végén én még szoktam mesélni is a Bradfordnak az Ádám apák és gyermekei című nagyon érdekes biblia könyvéből, ami a négereknek a templomi beszédeit tartalmazó. Ez egy nyelvész volt, aki ezt nagyon szépen feldolgozta, és ezt magyarra jól lefordították, és ezt szoktam, hogy pihenésképpen, míg a táncolók lecsillapodnak, mesélni, most már 40 éve. Jó kis hagyomány lett. Lányok, nektek van-e idő arra, hogy ilyenkor egy picit számot vessetek saját életetekkel az elmúlt évvel? Hát ez az igazság, hogy így zenészként eléggé pont szerintem a karácsony időszakára csúcsosodik ki a tennivaló, és egyébként tanárok is vagyunk, tehát hogy a diákokkal is nagyon sokféle fellépés van, ugye a saját zenei koncertjeinkről is beszélek, és hát ilyenkor az ember akarva akaratlanul, amikor így lehúppan a karácsonyfa alá, akkor úgy nagyon elérzékenyül, és tényleg, ahogy mondtad, egy ilyen számvetés következik. Mi mindig elmegyünk a családdal istentiszteletre, és hát olyankor így összeszorul a torkom, és nem, azt kell mondanom, hogy nem annyira felemelő. Egyrészt azért, mert azt érzem, hogy egész évben így eltűnik az üzenet, amit ilyenkor kiemelten figyelünk, és próbálunk magunk elé venni, ugye, hogy a Krisztus megszületett, és a megváltás üzenete így megérkezik a szívekbe, és úgy próbálom magamat mindig felszívni, hogy akkor egész évben legyen ez így előtérben, ne csak karácsonykor, úgyhogy ez egy ilyen érdekes állapot évvégén. Réka, neked marad időd esetleg számot vetni? Hát mindenképpen igyekszünk ezt előtérbe helyezni. Ahogy Sára mondta, tényleg sűrű időszaka az adventi időszaka zenészek számára, de karácsonytájt már azért mi sem vállalunk nagyon fellépést. Az utolsó az ugye december 21-én volt idén, és karácsonykor akkor a családunkkal vagyunk, mi is mindig megyünk templomba, igyekszünk ugye a nagy családot is végigjárni, úgyhogy végül is kikapcsolódás és nagy evészetek, beszélgetések, pihenések időszaka nálunk is. Együttlét időszaka.
És hát, hogyha valaki elkezd Csebő Ferenc után olvasni, akkor láthatja, hogy annyi mindennel foglalkozott, és foglalkozik, hála Istennek, és hát itt van ugye a vers szeretete, az irodalom, a népköltészet, a népzene, és azt hiszem, hogy valahogy ti nagykövetei is vagytok mindennek, és ez olyan jó érzés, hogy eljöztök ide hozzánk Erdélybe is, és érezzük ennek az erősséget, ennek a lendületét. Én annyira kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami bennetek ezt élteti ennyi időn keresztül, és most azért nézek Csebő Ferencre, mert nyilván ennek az elindítója is megálmodója és éltető motora? Hát én először a énekelt versekkel kezdtem foglalkozni, egészen ártatlanul, mert nem volt fogalmam arról, hogy ez egy történeti műfaj. Azt hittem, hogy én találom ki. Hát Cseh Tamás volt akkor, meg a Grillus testvére, szóval mindenki neki látott ilyen éneklési láz tört ki rajtunk, és én elég hamar eljutottam odáig, hogy rádöbbentem, hogy ez, amit én csinálni próbálok, ennek megvannak a történeti előzményei, sőt, az élő változata is megvan, és ez nem más, mint a népdal. És hát így a népdal utáni kutakodás közben sikerült hozzájutni olyan élményekhez, amelyek már tovább lendítettek azon, hogy most akkor mit fogja énekelni, milyen lesz a repertoár, stb., hanem arra döbbentem rá, hogy ez most is használható, ez az énekanyag. Tehát ami főleg Erdélyben élt ez még akkor teljesen nyilvánvalóan, tehát a szokások szerint még viseletben jártak széken, meg voltak még a régi zenekarok, mindenki táncolt, és hát ezt látni 71-ben, 72-ben, 73-ban, hát ez annyira feldobta az embert, hogy egyből eszünkbe jutott, Halmos Bélával kezdtünk, ugye mi évfolyamtársak voltunk az egyetemen, ezen gondolkodni, hogy ezt meg kéne tanulni. Na most ez egy olyan küszöbe volt ennek az egész történetnek, hogy azt már nem lehet elmondani, mert már evidensnek tűnik, hogy hát ezt most már fiatalok egyetemen tanulják, önként mindenki, akkor senki el nem bírta képzelni. Senki nem tartotta fontosnak. Lajta Lászlót a kollégái gyakorlatilag hülyének nézték, hogy a széki zenéket, amiket gyűjtött, aprólékosan lejegyzi, partitúrát gyárt belőle, és minek? Hát ki akarja ezt eljátszani? Hát ezt tanulmányozzuk, ezt rendszerezzük. Úgyhogy ez volt a küszöbe, amin át kellett lépjünk, hogy hát ezt akkor tanuljuk meg, és akkor próbálkozz. Billa tudott hegedülni, ő már azért közelebb eltudott. Én csellista voltam, nekem meg kellett tanulni brácsázni. Úgyhogy nekem a brácsa tanulás törte át a gátat, és akkor egyszer csak már összeállt egy ilyen széki muzsika, amikor, de valahol már játszottunk, és odajött egy kis alacsony emberke, azt mondta, hogy hát Bárdos Lajos vagyok, mondják fiatal emberek, hogy tudták ezt megtanulni? Mi nem hittük el Lajtának, hogy ez lehetséges. Úgyhogy így kezdődött valahogy, és aztán annak nyomán, hogy aztán mi elkezdtünk muzsikálni, nagyon sok más embernek mi is kedvet csináltunk hozzá. Úgyhogy ilyen csapat szerveződött körénk, és ha most azt mondják, hogy ki találta fel a táncházat, akkor nem tudnám megmondani, mert legalább 30-40 emberről van szó. Nyilván a neved ott van a táncház mozgalom elindításában. Hogy mondjam, olyan ártatlanul csináltuk ezt az egészet, nem voltak terveink, nem volt marketing terv, hogy fogjuk meghódítani az országot, semmi, de csináltuk. De lehet, ez belülről jött, tehát belső tetszett nekünk, és annyira csábító volt az mások számára, ahogy mi számunkra az eredeti anyag utánzásra készített, egyszer csak ott álltak mögöttünk a sípos misék, a Virágvölgyi Márték, ott szépen lehet a régi felvételeken látni, az FM már volt, 80-10 állnak ott mögöttünk, és lesik a Bélának a hegedűjét, hogy. Szóval ez így terjedt el, hogy beleszerettünk. És hát ennél jobb pedagógia nem kell egyébként, mert az iskolában is azokat a tanárakat tudtuk követni, akik szeretetet ébresztettek a tárgy iránt. Úgyhogy ez így kezdődött. És hát aztán ez sok feladatot adott. Ugye rögtön el kell kezdeni szervezni az oktatást, utánpótlás, nevelés, akkor táncosokhoz mentünk ugye tanulni, mert Martin György azt tanácsolta nekünk, hogy menjünk el egy együttesbe, mert ha nem játszunk táncolá, nem tudjuk ezt megtanulni. Ezt a tánc és a zene olyan módon össze van nőve a hagyományban is, hogy ezt mi akkor nem tudtuk elképzelni, de bizony az segített, hogy gyakorlatilag megtanuljuk rendesen a muzsikálást. És még a mai nap is történt ilyen, hogy Kodova Florint kihívták Amerikába, a palatkai zenészt, és mondták neki, hogy játszon egy menetet ott az 1000 előkelő ember előtt. És akkor elkezdett muzsikálni, és egyszer csak abba hagyta. Mi van, miért nem játszol? Hát
nem táncol senki, mindenki muzsikálja. Igen, ugye milyen jól összekötődik. Szóval nem tudta azt elképzelni, hogy ez a zenélés nézni lehet. Nézni lehet. És hogyan fertőzött meg benneteket a népzene, a népi kultúra? Igazából mi már ugye intézményesült kereteken belül tanultuk a népzenét, de ahogy Ferenc is mondta, hogy az élő népzene ereje, az így szerintem az volt, ami ránk a legnagyobb hatást gyakorolta. Tehát a zeneiskolában ugye mi ezeket a felvételeket hallgattuk, és hát így a mai napig nagyon nagy hatással vannak ránk ezek az anyagok. Még emlékszem, hogy a kazettás magnón otthon oda-vissza tekergettem a kis díszítéseket, hogy hogy is éneklik magyar szováton, és hát az egyik legmeghatározóbb időszakunk volt Rékával, amikor személyesen még nem családos emberként járhattuk Erdélystoppal, és Kükülővidéken, mezőségen gyűjtöttük a néniktől az énekeket, akik nagyon nagy szeretettel fogadtak be minket. Tehát ezek az élmények azok, amik örökké odaláncoltak minket a népzene világához. Igen, és aztán eljön a pillanat, hogy amikor találkozik ez a csodálatos muzsika a közönséggel. Én azt tapasztalom amúgy, hogy volt egy hullám, amikor talán a népzene, a néphagyomány nem volt annyira népszerű talán a fiatalok körében. Szerencsére ma már másképp van, legalábbis itt Erdélyben. És hogy hát van egy létjogosultsága, és mennyire szép, hogy hirdetitek amúgy a népi kultúrát, és ápoljátok a hagyományokat. Hogyan látjátok ti ezt, hogy hogyan lehet esetleg azokhoz is szólni, akik talán más beállítottságúak? Vagy kell egyáltalán? Szerintem ez a, hát nem is műfaj, hanem ez az egész táncházmozgalom, népzene, néptánc magáért beszél. Revival mozgalom tulajdonképpen, igen, mert a hangszeres revival kezdődött, aztán jött a táncolás. Mert hogy lehet ugye úgy is mulatni, hogy az ember elmegy egy diszkóba, vagy bármilyen szórakozó helyre, és akkor felhasználója egy bizonyos zenének, de ezekben a táncházakban az a nagyon jó, hogy énekelünk, táncolunk, beszélgetünk, egy nagy baráti kör is kialakul, ugye a táncegyüttesekben is ez abszolút megvan, de a zenészek között is, és ez óriási húzóereje van, egymást támogatja a dolog. Én nagyon szeretek különben verseket olvasni, és megzenésített verseket hallgatni, és nyilván amikor ezt mondjuk, hogy Sebő együttes, akkor itt olyan nevek merültek fel, akiket itt a felvezetőnkben is említettünk, de hát ugye Vörös Sándor, Nagy László és Kovács András Ferenc, hogy egy friss élményről is beszéljünk, és számomra olyan nagyszerű, amikor a költő találkozik a zenésszel, és leül, vagyis én így képzelem el kívülről, leül és valami csodát hoz létre, de hogy én kíváncsi vagyok, hogy ez a csoda hogyan születik meg. Hát konkrétan a Kafnak a versei tavaly jelent meg, itt általában Erdélyben jelent meg. Igen. Egy ilyen könyv és CD formájában. Hát annak az volt az előzménye, hogy a Magyar Rádióban Zoltán Gábor felkért engem Vörös Sándor verse. Egy nagy akció volt, egész nap Vöröst játszottak, és akkor felkért engem, hogy írjak még zenéket a régeken kívül. És akkor elkészült egy csomó olyan megzenésítés a Vörösök után, egy másik kampányban, ahol a Kafnak a verseiből kellett. És akkor én kiválogattam ebből a nagy anyagból, amit ő már összeírt, azokat az énekelhető verseket, tehát amik dalformájúak, és nagyon meglepődtem, mert a Kafról az a hír járja, vagy ő maga is azt terjeszti, hogy ő egy urbánus költő. Ugye ezt sokféleképpen le lehet fordítani, mit jelent? Én úgy értelmezem, hogy ennek semmi köze nincs a néphagyományhoz. Hát nem, én azt tapasztaltam, hogy amiket kiválogattam, nekem egyből beugrott egy népdaltípus, egy tájegységzenéje, teljesen ismeri ő ezeket, hát dehogy is, hát olyan két lábbal áll a hagyományban, hogy le a kalappa. Lehet, hogy nem is tudja. Lehet, hogy nem gondolkodott róla. Igen, de fantasztikusan elindította az én fantáziámat. Hát én azért a népdalokkal most már eleget foglalkoztam, meg már a típusrendben is látom egybe az egészet, tehát nekem egy ilyen formáról már dallamok is jutnak eszembe. Úgyhogy nagyon nagy kedvel láttam neki, és nagy sikert arattunk vele, főleg a Kafnál, mert aztán ő is meghallgatta ezeket a felvételeket, és nagyon elismerően írt a szerkesztőnek, hogy hát nagyon örül, hogy végre olyan, hogy mondják, tehát rangban megfelelő zenésztársat kapott magának, tehát aki egyenrangonak érez, hát ez nekem nagy kitüntetés volt. És valóban aztán ezt sikerült most összehozni egy ilyen hanglábbesz felvétel számára is, és oda most mindegyiket rátettük, amíg én összehoztam eddig, és még a Kafot is megfűztem, hogy énekeljen rajta, ő is az egyik beleének. Ez nagyon jó hangja van egyébként. Ezt az oldalát nem is ismerjük, akkor neked sikerült ezt kiadni belőle. És hát most a könyvünnepen Marosvásárhelyen tulajdonképpen ezt mutattuk be egy kis késéssel,
és hát kiült közénk, és olvasott fel verseket, beszélgettünk, és egyszer rá akartam bírni, hogy énekelj el, ugyanazt ott nem tudott belekapni, mert a lányok mindig elvitték elől a dallamot, de aztán végig beleénekelt ott, amire nem kértem meg. Nyárhol őke ballagát, sugárhol szőme balladát, fölötte tépett őszes ég, vörösbe térett szőkeség. Ki őszből télben épeget, lehetne lehelme szélnek éneket, fölötte köd, hó, szent hideg, s a dallam sem szól senki. Ki tél, s tavasz felé megyen, nyílt a trengen éneken. Örökre úgy se tartanak fölötte dal, se ballada. Akkor szép barátságok is kialakulhatnak meg. Hát nyilván ugye nagy-nagy felelősség is azt hiszem ezekhez a költeményekhez hozzányúlni. Hogyha az ember ismeri is személyesen azt az írót, akkor van egy plusz töltet, hogyha pedig olyan írónak az alkotásaihoz nyúl, akivel nem tudott személyesen találkozni, akkor is nagy felelősség, mert hogy végső soron ott van a költemény, és mellé adódik egy zene, amitől egy újabb értelmet kap az egész. Hát igazi nagy felelősség az nem is az ismerettségben van, mert a szöveg ott az beszél ilyen, magáért. Az igazi nagy felelősség az, hogy ne ronts el az ember. Mert az énekelt vers az egy nagyon-nagyon meghatározott műfaj. Az nem olyan, hogy minden szembejövő verset megzenésítünk, meg ráhozunk a inget, gatyát, akármit. Nem, annak olyannak kell lenni, annak a zenének. Most már nagy okos vagyok, most már tudom. Az elején nem tudtam. Ugye? Annak olyannak kell lenni, hogy azt a szöveget ne lefedje, hanem kiemelje. Mert a népdal is ilyen. A népdalt éneklők még a mai napig is, hát mi úgy mondjuk, hogy hát a régi stílusú előadók, ugye, akik nem a romantikán nevelkedtek, azok nem dinamikáznak, nem vágnak fintorokat hozzá, nem tükrözik az érzelmeket, nem játsszák el, azok eléneklik. Olyan gyönyörűen, olyan barokkosan díszített díszítményekkel sokszor, de a lényeg az, hogy keményen, karakteresen, és majdnem, hogy szemtelenül, de csak úgy feszül az érzelem ugyanakkor. Igen, hát akkor beszéltünk róla, és én javaslom, hogy akkor ültessük is gyakorlatba. Mielőtt még átadnánk néhány üzenetet, akkor megkérnek lányok titeket, hogy örvendeztessetek meg minket és a hallgatóságot egy-egy dallal. És mit fogunk hallani? Mire egy karácsonyi köszöntőt fogok énekelni, ami tulajdonképpen a Szent Este eseményeit veszi végig. Gyönyörű szép lejár, aranypárt a fején, karkötő aranyszál, szüzesség rózsája kinyílt a pulyába, mennyország királya fázik a jászolyban. Jönnek jó királyok aranyos ruhákban, az áldott pásztorok szép sejem subákban.
Tisztán, tiszta gyolcsban hajadon leányok, üdvözlégy, kis Jézus, ámen ezt mondjátok. Örvencsók sok angyal, mint arany méhecske, köszönték a szüzet, üdvözlégy, menyecske, Jézusnak szent anyja, jászójának szélén, örvend szent fiának mosolygó két szemén. Jézusnak szent anyja, jászólának szélén, örvend szent fiának mosolygó két szemén. Folytatjuk ünnepi műsorunkat, a Sebő Együttes néhány tagjával köszöntünk újból titeket. Hát térjünk át akkor egy kicsit az ünnepre, beszéltünk itt zenéről, beszéltünk itt sok mindenről. Valóban. Az én kedvenc részem. És hát úgy említettük egy picit így a karácsony, az ünnepi kört is, hogy mennyire van időnk ugye egy kicsit együtt lenni a családdal. Mi jellemző amúgy ilyenkor a családban a karácsonyra? Hogyan ünnepeltek ti, illetve gondolom zenészként csak előkerülés, nem hagyhatjuk ki a zenét is esetleg ebből az ünnepből. Pont Sárának volt egy gyönyörű kezdeményezése egy pár éve, hogy ugye nagyon sok ember van betegen kórházakban karácsony idején is, és ez nagyon nehéz állapot, amikor nem a szeretteivel tudja az ember tölteni, hanem egyedül egy ilyen intézménybe, és Sára vetette fel, hogy menjünk el egy budapesti kórházba, és énekeljünk. Azt hiszem december 25-én vagy 24-én mentünk, és énekeljünk az ott lévőknek, nagyon készségesek voltak az ott dolgozók. Hát nagyon felemelő érzés volt nekünk is, ismert karácsonyi dalokat énekeltünk, 3-4-en. Nagyon megrázó, de nagyon gyönyörű dolog, úgyhogy én már nem tudom ezt folytatni, mert két kicsi gyerekkel otthon vagyok, most már velük töltöm, de Sára fantasztikusan minden évben megszervezi ezt, és megy társakkal énekelni. És a családban? Hát a családban pedig a férjem kántorizál is, úgyhogy mindig megyünk templomba, aztán pedig most kicsik a gyerekek, úgyhogy velük játszunk, bábozunk, éneklünk. Tehát összeül azért a család. Igen. Ferenc, nálatok, akár nosztalgiázhatunk egy kicsit, visszautazhatunk a gyermekkori karácsonyokba, és aztán eljöhetünk a mostba, mert tudom, hogy azért ez az ünnepkör mindenkinek igen. fontos. És gondolom, igen, hogy változott így az idők folyamán. Igen, természetesen. Hát most már, hogy nagypapa vagyok, most már megint más helyre, öt unokám van, úgyhogy van kivel egyeztetni. De hát a mi gyerekkorunkban mi Székesfehérváron éltünk, és anyám és a nővére, mind a két nőnek a családja, az együtt volt, együtt éltünk sokszor, össze voltunk kényszerítve mindenféle társadalmi problémák miatt. Úgyhogy ott is volt két gyerek, mi is ketten voltunk a húgommal, és akkor hát négy gyerek volt, és nagyanyám volt a családfő, úgyhogy ott nálunk volt a karácsony mindig, de ha náluk, akkor mi is oda mentünk. Tehát gyakorlatilag együtt csináltuk végig egybe a közösségbe. Hát ez most már felbomlott, és most az unokáké a karácsony. Egy esetet el akarok mondani, de csak azért olyan groteszk. Pár évvel ezelőtt a kislányomat, amikor még ő se volt mama, elvittem ott az első keretben, lakom a kapucinus templomban, nem mondom, gyere, elvegyünk egy éjféli misére, azért az mégis egy ünnepélyes valami. És hát elmentünk, és hát én nem tudtam, de most már tudom, hogy ott olasz papok vannak. És alig makognak valamit magyarul. Annyira kellemetlen volt hallgatni. Azt már, hogy Moldváról mesélik, hogy nincsenek magyar papok, azt már megszoktuk. De hogy az első kerületben Budapesten sincsenek, ennyi. Nem az olasz közösségnek szólt esetleg. Nem, hát az egy olasz rend, és nem tudták másképp megoldani, szóval most nem kritizálni akarom, csak a helyzet furcsaságát akarom elmondani. Meg akartam lányomat kicsit lehetni, hogy na figyelj, micsoda is. Egy igazi magyar. Ez nem sikerült. Sára, nálatok?
Hát én egy lelkész családból származom, ezért végül is minden ünnepnek megvan a maga kötött rendje. Mindig szoktunk énekelni, és közösen imádkozni, felolvasni a bibliai történeteket, és nagyon érdekes állapot az, hogy ugyan még egyik testvéremnek sincsen gyermeke, hatan vagyunk testvérek, öt testvérem van, de hogy már mindannyian felnőttünk, és az egy ilyen nagyon nehéz feladat, hogy hogyan csempészük vissza ugyanazt a gyermeki ünnepi hangulatot a karácsonyba, illetve azért komoly logisztika is összeszervezni a családot, hiszen mindenkinek megvan a társa, akkor egy új családba is beletartozik, úgyhogy mindig egy ilyen kicsit feszültség teljesen készülünk, hogy na, akkor most kiáldozza be a 24-ét, hogy kinél legyen az a szenteste. De nagyon-nagyon szeretünk együtt lenni. Úgyhogy ez az ajándék tulajdonképpen. Igen. És ez a legnagyobb ajándék szerintem, igen, hogy együtt lehet a család. Vannak olyan szokások amúgy, amit sikerült átörökíteni a jelenbe? Amúgy, ami múltban úgy megragadt, és muszáj ki vagy kihagyhatatlan élmény esetleg ma is? Igen, gondolom, hogy nehéz így végig gondolni ezt a dolgot, de például a mézes kalács készítés, akkor a húgommal mindig feldíszítjük faágakkal, fenyőágakkal a lakást, és akkor van egy ilyen lépcsősor nálunk, amit így minden évben együtt feltűzzük így a fenyőágakat, azokra a mézes kalácsokat, a boldog karácsony felirattal, meg egyéb ilyen kis hangulatos dolgok. Nálunk is nagy karácsonyfa volt mindig, tehát mennyit a díjére, és hát az 25 korunkban is megmaradt. De az omokák díja. És hát a feleségem ilyen adventi koszorúkat készít, meg az ajtóra is szoktunk tenni ilyen kis apró jelet. Hát ezek úgy megmaradtak természetesen. Ferenc, tudsz főzni? Csak ha muszáj. Csak ha muszáj. Volt olyan, hogy egyedül maradtam, és akkor muszáj. Tehát egy töltött káposztás vacsorát, vagy valami nagyobb fogás? Hát azért annyit, nem gombapörköltet, vagy mit tudom én. Tojásrántott el. Hát azt igen, igen. De szóval egy pár ételt így meg kellett tanulnom, amikor külföldön voltam hosszabb ideig, vagy otthon. Most például a nyarak úgy telnek nálunk, hogy a feleségem lent van Balatonföldváron. De én nem tudok lemenni, mert nekem dolgom van sokszor nyáron, ugye? És akkor egy-két hétig fönn vagyok, akkor nekem kell megoldani a problémát. De elkezdelem, hogy Sebő Ferenc, miközben a család készülődik, muzsikál a háttérben, vagy valami zenei aláfestést biztosít. Így van. És nálatok valami olyan hagyomány? Van egy nagy baráti társaság, és ott a férfiak bizonyárnak regölni, úgyhogy hozzánk is évek óta mindig feljutnak, hogy melyik nap tudnak jönni. És volt egy pár vicces eset is, amikor a kis budapesti, de kerti kutyánk nyűszítve bújt el, mert nem tudta, hogy ki ez a sok láncos, bottos, nagy bundás ember. De értettük, hogy mi történt a nagy házőrzővel. A szomszédok is mind jöttek, hogy mi történik már megint nálunk. És ez nagyon-nagyon-nagyon hangulatos, amikor ők bejelentkeznek. Olyan érdekes, nem tudom, ti mit tapasztaltok mondjuk Magyarországon, de itt nálunk Erdélyben azért a karácsonynak a szelleme és a hagyománya sokkal erőteljesebb vidéken. Tehát, hogy valahogy másképpen tudja a vidéki ember megélni ennek az erejét. Mi a nagyvárosiak, vagy városban élők egy kicsit úgy letudjuk, nem? Hogy hát igen, most ez van, ez van, de hát erről nyilván... Világszerte így van. Ez igen, nem. Ezt akartam mondani, hogy ez általános tendencia. A városi életmód az szétrombolja ezeket a kis közösségeket. Tehát te biztos találkoztál életed során olyanokkal, akik tudnának, vagy tudtak erről neked sokat mesélni, hát persze, és inspiráció szolgálni. De Erdélyben pontosan ezt tapasztaltuk, és az egész mozgalom is ennek köszönheti az élményeit, hogy itt még éltek ezek a szokások. Még viseletbe is jártak akkor az emberek a 70-es évek elején. A zenészek mind megvoltak még, most már a harmadik generáció van azóta a zenészekkel, ugye? Úgyhogy a szemünk szánk tátva maradt, hogy itt mi minden megvan még. És most az a betakarítás utolsó napjai vannak, amikor már nagyon oda kell figyelni, hogy mindent rögzítsünk, ahogy csak lehet, mert elmúlnak egyszer ezek a dolgok. Tehát és akkor mi lesz utána? Akkor az lesz, amit fölvettünk, és amit továbbadunk a gyerekeinknek. Mert egyet nagyon fontos lenne, hogy elmondjak. Ezt hiába gondolják sokan úgy, ezek nem a parasztok életébe bezárt anyagok, amiről beszélgetünk. Ez az összmagyarságnak a kultúrája volt az első 3-4 évszázadban, amit vissza tudunk tekinteni, és ez egy nemzeti szintű globalizációt ért meg. Tehát a magyar folklór az olyan természetű, eltérően más népek folklórjától, hogy majdnem mindenféle típus minden helyen megvan. Ezt Bartók Béla vette észre.
Ha nincs meg, az azért, mert elfelejtették. De megvolt. Ez egy egységes folklór, amit itt megértünk még, és ennek az utolsó morzsáit éljük most. Most már eltérnek az egyes területek, mert van, ahol sokat felejtettek, van, ahol kevesebbet, van, ahol a más etnikumok, akik mellénk telepedtek, átvették, és így történhet meg az, hogy például a hajdutáncot, amit még Balassi Bálint táncolt annak én, azt már csak szatmári cigányoktól tudtuk fölvenni, mert ők még tudták. De hála Istennek, hogy igen, vagytok, igen. Mert ha ti ezt nem csinálnátok, és nem adnátok tovább nekünk, abszolút, és igen. Aztán a következő generációnak, akkor mi lenne? Hát mert persze, hogy ezekről ez nagyon nem fontos szabad dolog, ugye megfelelkezni. És már a Bartók Béla tisztában volt ezzel, mert amikor 907-ben elment a Székelyföldre, azt hívjén, hogy az egy olyan ősi terület, pedig hát az akkori Magyarország legpolgársadottabb része volt már akkor, azt mondták neki, jaj, hát nem tudunk mi már ilyeneket, nem vagyunk mi már szegények. Na hát ezen a falon kellett itt a néprajzosoknak áttörni, hogy ne szégyeljük ezt, nem kötődik össze se a parassággal, se a szegénységgel, annak az életnek az adta meg a szépségét és az értelmét, hogy legalább tudtak énekelni, táncolni. Igen. Én amúgy optimista vagyok, én azt látom a fiatalság körében, hogy nagyon-nagyon népszerű, és tényleg egy olyan új hullám érkezik, és már abba vagyunk, és azt látom, hogy nagyon szeretik, és táncolnak, és énekelnek, és valahogy visszakerült ez a... Visszakerültünk az ősökhöz. Azért, mert ez nagyon jó. Igen, így van. Nagyon egyszerűen és nagyon örülök, hogy vannak olyan családok, mint amit te is említettél az imént, a saját családod esetében is, hogy hagyománytisztelőek vagytok, és el sem tudnám képzelni a karácsony zene, éneklés és kántálás nélkül, és azt is érzem közben, hogy egy nagyváros embernek az életéből egyre inkább kimarad a kántálás. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e? Szoktatok-e ezzel élni, vagy énekeltek-e otthon, vagy akár szenteste? Vagy zenésztársak hozzátok kántálni? Szóval itt egy új generációt kell fölnevelni, és most a Sáraik ebben a munkában vannak. Hogy a egészen kicsiket, a fiatalokat, akiknek ma muzsikáltunk például a Nyárán Szerdahelyen. Ezeket a kicsiket lehet úgy megtanítani ezekre az énekekre, táncokra, ahogy a beszédet megtanulják. De azt sem 20 éves korunkban tanuljuk meg. Igen. És ezek a gyerekek viszont odafigyelnek. Ezek, ha megnéznek valamit, azt akkor már tudják. Itt a Pávában hitetlenkedtem, volt egy ilyen 8 éves kisfiú. Akkor a kalotaszegi legényes vágott le, hogy nem hittem azt, mondom, kisfiam, hol tanultad? Ki tanított? YouTube-on. Megnézte a gyerek. Oda nézett, és mindent jól csinált. Szóval ki kell használnunk azt a lehetőséget, hogy most van hozzá kedv, még több kedvet kell gerjeszteni a felnőtteknek, és minél inkább korábban a gyerekeket kell elkezdeni megtanítani, és akkor ebben nem lesz semmi baj. Igen, egyébként ehhez csatlakozni kell ez a gondolathoz, hogy pont a múlt héten tanítottam az egyik kis növendékemnek, felvételizni fog középoktatásba, hogy hogyan is alakult ki a népdal és a néphagyomány, hogyan formálódott, és borzasztó érdekes volt ezt elmagyarázni neki, és egy akkora löketet kaptam, hogy rájöttem, hogy a zeneiskolában ezt is tanítani kell, hiszen a gyerekek szeretnek énekelni, azért, mert hogy gyönyörű dolgok ezek, és rólunk szólnak, de hogyha ezt elmondom nekik, elmagyarázom úgy ténylegesen töviről hegyire, hogy mi ez, akkor szerintem megérti azt, hogy ez mekkora kincs. És ezt eddig valahogy csak így, hát persze úgy is tudjátok, hogy mi a magyar nép, de nem. Ezt nagyon el kell magyarázni. Igen. Hát egy ilyen bürokratikus dolog volt, de az, amit nekem a Rózsi néni mondott egyszer Moldvába, hogy tudtad megtanulni 1200 dalt? Mondom, bottal verték? Vagy mi? Hát én a gyerekemnek 3 kötelező verset nem tudok a fejébe nyomni az István. Nem értette a kérdésemet. Azt, hát, de Ferike, hát az éneklés az gyógyít. Milyen szép ez az éneklés gyógyít. És hát nem csak szép, hanem az pontosan így is van. Igen, ez így van. És ezt ők tudták. Igen, és egy picit visszatérve az ünnepi hangulatra, most azon gondolkodok, hogy ezer arca van amúgy az ünnepnek, és ilyenkor mindig próbáljuk valahogy a legszebb énünket megmutatni, vagy előbányászni, és ebben nagyon sokat segít a zene amúgy. És azt lenne keresem, hogy tudunk ma még úgy igazán énekelni? Tehát, hogy még összeül, tapasztaljátok azt, hogy összeül a család esetleg, szülők, gyerekek, rokonok, nagyszülők, és hogy közösen éneklés, mert annak felemelő élménye van. Hát a dolog ott kezdődik, hogy már vannak fiatal család, látom, akik már nem is esznek együtt. Pedig az milyen fontos dolog a közös étkezés, annak a szertartásai. Szóval ezen most siránkozhatunk, de a lényeg az, hogy én szerintem énekelni csak azt tudok, hogy meg is tanul énekelni. A Sebő együttesnek azért nagyon sok szép karácsonyi dala is van, és ez olyan jó érzés, hogy
hogy valahogy ezzel is ünnepibbé tudjátok tenni a ti mindennapjaitokat, azt hiszem, és hát nyilván a közönség, a befogadó, a mi ünnepünket is. És gondolom, ez is nagyon jó érzés lehet, nem? Amikor összeültök, és ezeket a dalokat játszátok a nagy közönségre. Igen, a Glizusban meg is jelentett egy CD-en, csinált egy sorozatot, majdnem minden együttestől kért karácsony dalokat, és hát mi is csináltunk egy ilyet. Én nagyon szeretem különben a Sebő karácsony dalokat. Igen, volt neki. De így mint műsor is elő szokott kerülni, tehát amikor abban az időben hívnak bennünket, akkor ilyen tematikus anyagot kell összeválogatni, tehát erre is kell lenni. De költészetnapra is megvan a megfelelő műsorrepertoár. Ezek ilyen alkalmi dolgok, de a karácsonyi dalokban mindig az a legszebb, hogyha az egész közösség együtt tudja énekelni. Együtt tudja énekelni veletek? Igen, bennem pont az előbbi beszélgetés során merült fel ez a dolog, hogy mondtuk, hogy a gyerekeknek kell tudni megtanítani az énekeket, és hogy nekik, hogyha van egy közös batyújuk, akkor fogunk tudni közösen énekelni. Ez persze igaz, de én meg azt gondolom, hogy már a pedagógusoknak meg kell tanítani azt, hogy miket adjanak tovább a gyerekeknek, és itt is egy ilyen... Meg a családban kell énekelni, ugye? Mert hogyha a gyerek azt látja, hogy anya, apa énekel, vagy nagymama ismeri ezeket a népdalokat, legyen szó karácsonyi dalról, vagy éppen másról, akkor a gyerek is fogja érezni annak a szükségletét, hogy a karácsonyfa mellett leüljön, és a mennyből az angyal mellett lehet, hogy előkerüljön meg egy másik. Igen, a társadalmi viszonyok, és nem akarom részletezni, azért azt is elő tudták idézni, hogy a gyerekek csak felnőtt korukban jöttek rá, hogy a nagymama tud ilyen énekeket. Ha ajándékoznátok kellene egymásnak, vagy esetleg a nézőnek egy-egy szép karácsonyi gondolatot, akkor mi lenne az? Én a magam részéről csak azt tudom mondani, hogy te görög-keleti katolikus vagy, görög-katolikus, református, sorolhatnám, hogy hányféle keresztény vallás van. Én mégis azt mondom, hogy a legfontosabb dolog a szeretet. Fütyülök a bürokráciára. És ahol ez nem jön össze, nem érdekelnek a részletek. Nálunk van egy vers, amit mindig meghallgatunk így a közös éneklés előtt, amit mindig nagyon meghatódunk, Ady Endre Karácsony. És ezt jó szívvel ajánlom mindenkinek hallgatásra. Én pedig a közösség megtartó erejét, hogy nagyon jó valahova tartozni, vagy a családba, barátokkal, vagy pedig egy nagyobb közösséggel, akár egy tánccsoport, vagy egy baráti társaság. Ez nagyon fontos, hogy tudjunk együtt ünnepelni, mert az ünnep az egy közösségi érzés. Mi pedig nagyon szépen köszönjük a Sebő Együttesnek, hogy összehoz bennünket, akár a karácsonyfa mellé, akár egy jó dal mellé, akár egy jó gyermekkoncertre, vagy egy jó költemény mellé, mert azt gondolom, hogy az ilyen élmények tesznek bennünket igazán értékessé, és azzal kezdtük a felvezetőnket, hogy ajándékozzunk egymásnak verset, dalt, könyvet, jó élményeket, és akkor én ilyen jó élményekben teli ünnepeket kívánok nektek a továbbiakban is, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Viszont kívánok. És tetőzzük, és megkérnénk akkor természetesen Rékát is, hogy örvendeztessen meg minket akkor egy másik dallal. Dunántúli karácsonyi dalokat fogok énekelni. Én nagy vigaságot, örömöt hirdetek, mert a Krisztus Jézus szűztől született. Betlehem városba, Jászolyba tétetett, mely a profétáktól régen hirdetett. A három királyok Ázsiából jöttek, született Jézusnak, ajándékot vittek. Pásztortársak, új hírt mondok, jártak vélem, csodát láttok. Egy szép szűz az éjszakán, fiacskát szült a színán. Ejj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 
Társaim, azt hirdette, társait én már vezette, mondva mi is keljünk fel, Betlehembe menjünk el. Haj, 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 úgy repüljünk, mint az raj. Haj, 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 úgy repüljünk, mint az raj. Köszönjük szépen, áldott ünnepeket kívánunk. Sokat kívánunk. Köszönjük szépen.